mutatkozz be, légy szíves a szurkolóinak pár szóban, mesélj a játékos pályafutásodról, mint edzői pályafutásodról. Klaus László vagyok, az edző, vagy a játékos pályafutásom elég régóta kezdődött. 18-19 éves voltam, amikor ugye NB1-be bemutatkoztam, utána 1-2 éven belül külföldre kerültem, és 10 évet futballoztam külföldön, osztrák első osztály, német másodosztály, francia első másodosztály, aztán megint osztrák első osztály. Aztán a karrieremet ugye befejezve, egy 5-6 éve vagyok edző, először az utánpótlásba kezdtem előkészítőknél, majd a U17-es csapatot kaptam meg Tatabányán, ahol megnyertük a bajnokságot, utána kerültem a Grosics Akadémiára, ahol szintén a U17-es csapattal nyertünk bajnokságot, és ott kaptam először lehetőséget ugye felnőtt csapatnál, a Szeged 2011-nél, ahol 2 évet dolgoztam. Mindenféleképpen ott is az volt a cél, hogy a saját nevelési játékosokat, akik elvileg nálam futballoztak a U17-be, azokat is próbáljuk beépíteni. Így sikerült egy stabil csapatot is összehozni, de ott úgy alakult, hogy a jövőképünk nem egyezett a vezetőséggel, és innen a Ceglédről megkeresett a vezetőség. Örömmel vállaltam el ezt a szerepet, mert igaz, nagy kihívás, de azt gondolom, hogy ebben a csapatban nem csak a bennmaradás, hanem akár még egy középcsapat is megvalósulhat. Először is a legfontosabb az volt, hogy ugye ezen a héten, ebben a 3 napban még, amíg edzünk, mindenféleképpen a csapatnak az alapálló képességét fel kellett mérnem, és ehhez lövöm be a további munkát, meg hát azok a próbajátékosok is, akik érkeznek, azokat is meg szeretném nézni, és hát jövő hétre remélem, hogy letisztul az a keret, amivel dolgozhatom.